Na, annyi, hogy én majd ott fogok ülni, és majd magyarázok neked. Így le vagyok blokkolva. Ha találkozhatnál az idegenekkel, egy idegen életforma, vagy bármi, mit mondanál nekik, és mit csinálnál velük? Hát mondom, leülnénk sörözni, mert nem vagyok haragtartó, hogy itt hagytak, de... Hát először köszönnék nekik illedelmesen. Attól félnék, hogy akármilyen kézjelzést vagy nyúlást lehet, hogy támadást megveszi. Ott lehet, hogy így támadnak, vagy így. Tehát így nagyon óvatosan kezdeném el felvenni a kapcsolatot. Lehet, hogy a mosolygás is támadás egyébként. Tehát, hogy minél kevesebb interaktussal próbálnék kideríteni, hogy bántani akar, vagy megenni. Meghívnám őket egy sörre, pálinkára, valami. Egy pálinka, jó magyaros pálinka, lazuljatok, beszélgessünk. Biztos, hogy bemutatkoznék, ezt tuti. Biztos, hogy a saját szemszögemből mutatnám be a világot. De én szeretek abba belegondolni, hogy talán lehet, hogy egy másik élő organizmus van a világon, az lehet, hogy nem szén alapú, hanem nem tudom, hidrogén alapú életforma, és akkor lehet, hogy az egy köd. Tehát akkor nem a gyík emberekre gondolsz, akik a Föld alatt élnek. Velük találkoznak? Nem. Az túl lém. Hát remélem nem kis szürkék lennének, és elvinni őket fürödni. Hova? Hát valami jó kis vízi csúszás parkba. És ez jó lenne szerinted? Hát mit tudom én, attól függ, hogy néznek ki. Lehet, hogy nem igénylik a fürdést. Ne legyen zöld a konyszerű, azt nem lehet elvinni fürödni. Az biztos, hogy megkérdezném tőlük, hogy szerintük van-e Isten. Arra nagyon kíváncsi lennék, hogy erre mit mondanak. Szerintem alapvetően már az is milyen fura lehet, hogy lejön egy idegen lény, és így az első dolog, amit hall vagy lát, hogy vannak ilyen kis dolgok, amiket mi fának nevezünk, amik így kinőnek, és a tetejükön vannak ilyen kis tollas bármik, amik így folyamat csipognak. És neki ez milyen fura lehet, lejönnek ide, és ilyen hülyeség történik mindenhol. Elájulnék. Tipik Bogi mit csinálna? Elájulna, és úgy kellene felkaparni a földről. Vagy utána mit csinálnék? Valószínűleg még egyszer elájulnék. Barátságos lények jönnek, akkor miért ne jöhetnének el a Vidán Parkomba és ehetnének a férjem kajájából? Hogyha lebratizunk, akkor elteszemek tudjuk, hogy hát akkor sok sikeres srácok. Bármit is akartok. Nem tudom, adnék neki biztos valami ilyen tradicionális magyar kaját, mint például, nem tudom, paprikás krumpli, vagy pörkölt, bundás, lángos. Hallod? Úristen, de ennek egy lángost. Ha anyagtalanná válhatnál, átmertél a falakon, épületeken, minden a földön, hova mennél, mit néznél meg? Hát akkor nem esnék le a földszintre. Igazából ugyanoda mennék, ahova eddig, csak nem használnám az ajtókat. Emberekkel mennék át. Elmennék olyan helyekre, amik kísérletet járt a helyeknek vannak titulálva, és ijeszgetnék embereket. Kipróbálnám én átmenni egy emberen. Te nem? Te nem próbálnád ki? Szóval átmenni egy emberen. Ja, de hogy én csak ilyen kedvesen. Tehát, nyilván átmennék mindenen, ami lehet, de ha egyet lehetne választani, akkor emberen. Bemennék ingyen a játéba, biztos. Nem akarok bemenni úgy a játéba, úgyhogy ez most csak eszembe jutott. De ha be akarnék menni, akkor bemennék ott. Végeztünk, köszönöm. Nincs mit. Nagyon jó volt. Te jó, engem vágjatok ki ebbe a videóból.